Hát sziasztok, köszöntök mindenkit, ez én nevem Szabó Kristóf, én vagyok az online marketingesnek az alapítója. Ebben a videóban azt szeretném neked elmondani, hogy hogyan tudsz eljutni a dollármilliárdos ötletekig is akár. Nagyon fontos az, hogy készen állj arra, hogyha egy lehetőség felbukkan, és ténylegesen tudjál élni vele, mint mondjuk annó a bitcoin volt, hogyha ezt mondom. Aki a legelején beszállt a bitcoinba, óriásit kaszált vele, ténylegesen óriásit. Na de nézzük meg azt, hogy most visszatérünk a hétköznapokba, hogy te hogyan tudnál felkészülni akár dollármilliárdos, de akár csak milliárdos ötletek lehetőségeknek a fogadására. Úgyhogy most ebben a videóban a sikeres életmódot fogom neked bemutatni. Hogyha érdekel, tarts velem! Az első és legfontosabb, hogy kezd az önfejlesztéssel. Nagyon fontos az, hogy mindig a tudásodba fektessél legelőször ide, azért, hogy meglegyen a kellő szaktudásod. Hogyha jön egy ötlet, akkor fel tud ismerni, hogy az egy lehetőség. Mert sokaknak mondjuk, tegyük fel, elmondok egy technológiai újítást, egy innovatív dolgot, akkor pár barátom nem ismerné fel, mivel nincs benne ebbe a világba. Elmondanám azt, hogy fú, figyeljetek, kijött egy tök jó szoftver, amivel óriási videós kurzusokat lehet gyártani, és teljesen automatizálva van az összes. Én egyből meglátom, hogy ez mekkora lehetőség, de lehet, hogy egy-két barátom meg azt mondja, hogy ja, király, az szuper, és ennyi. Tehát nem ismerik fel a lehetőséget. Mivel nekem megvan a kellő szaktudásom, felismerem, hogy ez egy óriási lehetőség most. Ha megvan a szaktudásod, akkor utána akár menjél diákmunkára, akár kiegészítő jövedelmet keresél, Facebook, jófogás, turkáló, stb. Erről van rengeteg videónk, ezt már nem akarom traktálni. Utána, tehát akkor keressél pénzt. Miért? Azért, hogyha felmerül egy lehetőség, akkor neked legyen pénzed, amit belefektetsz abba. Amit szeretnék mondani és kihangsúlyozni, mert tehát nagyon sokan megkérdezik, hogy ha te elmész mondjuk diákmunkára, keresel 100-200 ezer forintot, ne fektesd be állampapírba szerintem, ne fektesd be Tesla részvénybe, stb. Azért, mert kevés ahhoz, hogy ezen ténylegesen sok pénzt tudjál keresni, és lekötöd azt a pénzedet. Tehát lehet, hogy neked van 5 millió forintod, de mindegy Tesla részvényben van, vagy államkötvényben, le van kötve, nincs nálad. Ha egyik pillanatról a másikra jön egy lehetőség, amivel csak egy napig lehet élni mondjuk, akkor nem tudsz élni a lehetőséggel, mert nincsen mozgatható tőkéd. Ezért nagyon fontos, hogyha elmész dolgozni, akkor azt a pénzt tedd félre, mint egy biztonsági tartalék, hogy bármikor jön egy ötlet, akkor te azonnal hozzá tudsz nyúlni, és azonnal rá tudsz ugrani, és a hullámat meg tudod lovagolni vele. Fontos az, hogy sokszor van olyan, hogy jön egy lehetőség, felismered, hogy jó lehetőség, van is pénzed rá, de úgy vagy vele, hogy nem biztos, hogy én ezt meg tudnám csinálni. Richard Bransonnak van ez az idézete, hogyha felkínálnak neked egy lehetőséget, de te nem vagy benne biztos, hogy ezt el akarod vállalni, akkor vállald el, és tanuld meg, hogy hogyan kell megcsinálni. Mert azzal is kilépsz a komfortzónádból, és tanulni fogsz, és fejlődni fogsz belőle. A másik, a lehetőségekhez az pedig a Bill Gates-es példa. Ezt már sok videómban elmondtam, de elmondom még egyszer, hát te még nem láttad. Bill Gates-t meghívták egyszer egy interjúra a tévében. És ott az interjúztató hölgy, a riporter hölgy megkérdezte Bill Gates-től, hogy mondja el a sikernek a titkát. Bill Gates elővette egy csekket, aláírta, de nem töltötte ki, hogy mennyi összeg. És átnyújtotta a riporter hölgynek, hogy írjon rá, mennyi összeget akar. A riporter hölgy visszanyújtott, és azt mondta, hogy de uram, értse meg, én nem pénzt szeretnék öntől, csak megtudni, hogy mi a sikernek a titka. Bill Gates még egyszer oda nyújtotta. A riporter hölgy megint elmondta, hogy uram, tényleg nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, csak azt szeretném kérdezni, hogy mi a sikernek a titka. Majd Bill Gates elvette, és eltépte ezt. És annyit mondott rá, hogy hölgyem, most egyik pillanatról a másikra a világ leggazdagabb riporter hölgyévé tehettem volna önt. Ön nem élt ezzel. Ez a sikernek a titka. Én éltem a lehetőségeimmel. És ez a példa nagyon-nagyon jól reprezentálja azt, amiről eddig beszéltünk ebben a videóban. De ugorjunk egy kicsit előre. Mi van akkor, hogyha megvan az ötlet, el is vállalod, van is pénzed, megvan a szaktudásod hozzá, akkor onnantól, ami nagyon fontos, hogy a fókuszod meglegyen. Tehát, hogy egy dologra fókuszáljál. Mert lehet, hogy feljön még egy lehetőség, meg még egy, és a fókuszodat teljesen szétviszi. Ne! Hogyha eldöntötted, hogy egy dolog mellett vagy, akkor arra fókuszálj 100%-ig. Azt próbáld meg a legmagasabb szintre vinni, utána kiszervezni vagy automatizálni, és jöhet a következő. De egyszerre, egyelőre csak egy dologra fókuszáljál. Remélem tetszett a videó, és tudtál belőle új dolgot tanulni. Hogyha igen, kérlek írd meg itt a komment szekcióba, hogy mit tanultál ebből a videóból, illetve iratkozz fel a csatornánkra is. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!